Tavasziasan, de még maszkban sétáltak délelőtt a járókelők Nyíregyházán. Lehet, hogy a jövő héttől már nem kell maszkot viselni közterületen. 5 millió beoltott magyar, ez korszakhatár. Orbán Viktor péntek reggeli szokásos rádióinterjújában beszélt arról, hogy milyen könnyítésekről döntött az operatív törzs arra az időszakra, amikor eléri a beoltottak száma az 5 millió főt. Az első, hogy a kijárási tilalom az megszűnik. A második, hogy az üzletek és vendéglátó helységek kötelező zárási időpontja is megszűnik. Eltörőjük a közterületi maszkviselési kötelezettséget, viszlát a maszknak, végre látjuk egymás arcát, ha beszélünk egymással. Döntöttünk arról, hogy szabad a sport a közterületeken, akár egyéni, akár csapatsportról van szó. A magán és családi rendezvény 50 fő részvételével korlátozás nélkül megtartható, lakodalom pedig akár 200 fővel is korlátozás nélkül megtartható. Ha szállodában vagy étteremben tart valaki magán vagy családi rendezvényt, például lakodalmat, akkor a helyiségnek az üzemeltetője köteles gondoskodni, hogy a rendezvényen résztvevőket elkülönítse, tehát külön teremben kell ezt megoldani. A zárt téri rendezvény továbbra is csak védettségi igazolványa a rendelkezők számára tartható, illetve látogatható. És szabadtéri rendezvény legfeljebb 500 fő részvételével korlátozás nélkül tartható. Magyarország kormányának Facebook oldalán jelent meg ez az összefoglaló arról, hogy milyen változásokra kell számítani. Orbán Viktor miniszterelnök azt is elmondta, hogy a 16 és 18 év közötti beoltottak már nem felnőtt kísérővel, hanem önálló jogon is beléphetnek olyan intézményekbe, ahova védettségi igazolvány szükséges. A 16-18 éves korosztály pedig, akik eddig zárt területre, moziba vagy étterembe csak felnőtt kíséretével mehettek, most saját magon, jogon is mehetnek, hogyha be vannak oltva, hiszen a 16-18 éveseket, akik regisztráltak, sikerült beoltanunk. A miniszterelnök úgy számol, hogy az 5 millió főt a pünkösdi hétvégén elérjük. Pontos tájékoztatást a napokban adnak arról, hogy melyik naptól lépnek életbe ezek a könnyítések.